Hello mindenkinek, én Tomó vagyok, és a mai videóban hát sötét van, úgyhogy csinálunk egy kis fényt. És itt is lennénk, a mai videóban a tűzi játékozásról lesz szó, hogy idén a karanténos, illetve COVID-19-es év miatt milyen szabályok léptek életbe a tűzi játékozással kapcsolatban is. Amik egyébként ellenmondanak. Tehát ez is ugyan olyan, hát úgymond kaki, mint a többi. Ide berakok egy képernyőképet, és azt fogjátok látni, amit én. Itt láthatjátok a képernyőképet. Betiltják a tizi játékokat és a petárdákat. Hm. Na most mi ezzel a baj? Egyrészt a petárdák azok már eléggé régen kivannak vannak tiltva, másrészt max külföldről lehetem behozni. és akkor a határokat kéne lezárni. Harmadrészt tűzi játékokat ugyanúgy lehet kapni, csak annyi, hogy a konténereket nem fogják lerakni, de tűzi játékokat lehet ugyanúgy kapni. Vannak ilyen kis például itt nálunk is itt van a tűzi játékosbolt, itt is lehet kapni ugyanúgy tűzi ugye ami kettes kategória és egyes kategória, amiket föl lehet használni ö, szabadon egész évben. Ugye van a hármas kategória, amiket csak szilveszterkor lehet felhasználni. Szerintem azok is lesznek idén, mert miért ne? Úgyhogy az ilyen tűzijátékos partis boltokban simán lehet kapni tűzijátékot, meg vannak ilyen online webshopok. Ott van például a Piropanda, vagy a Ecopiro, úgyhogy hát el van cseszve ez a szabály is. Mert tűzijátékot ugyanúgy lehet kapni, ilyen kisebb üzletekbe, vagy hogyha rendelsz a webshopról. Ja igen, és negyedrész pedig a negyedrész pedig a felállás az, ami szilveszter napjára vonatkozik. Mondjuk ez az kicsit titkolás, de ha így van, akkor legyen így. Ha van magánterületed, akkor fölülheted szilveszter napján este 6-tól reggel 6 óráig, teljesen korrekt, ahogy szokták. Most közterületen, hát euh, nálunk is közterület van, itt a legtöbb környék. Akik közterületen lövik föl majd a tűzijátékokat, azok pedig este 6 és este 8 között lehet csak szigorúan. Hát, euh, amikor ezt így megláttam, két óra van rá, az jó. És akinek van sok telepje, megmondjuk mondjuk vesz egy Fantom a csomagot. Jabból vesz kettőt. Úgyhogy nem kell parázni, tűzijátékokat lehet kapni. A kutyák így sincs ennek védve, mert tüzijátékozni lehet. Úgyhogy ez a törvény is egy nagy. Egyébként még maradtak meg. tűzijátékok egyes kategóriába. Ez is egyes, ez már lehet kettes. Uh, igen, ez már kettes kategória, de itt van nekem két egyes kategória, tehát van még ez. Ha már itt vagyunk, akkor már megmutatom ezeket is nektek. Ez egy x termék a Fontain, amúgy nem tudom, hogy kell kimondani, de több mindegy. Bevágok ide egy videót, és nézzétek meg, hogy a tavaly előtti szilveszterkor mi volt benne. hát rohadtul nem annak kellett volna benne lennie, hanem egy, egy ilyen római gyertyának, vagy füstölőnek, vagy mi a... <hül> Nek ezt. De amúgy tök jó kis termék, még van belőle amúgy kettő. Meggyújtod, amúgy lehet kézből is, mert ez ilyen füstös, úgyhogy nem kell parázni tőle. Na de az, ami benne volt benne, én... na annak elmondom a történetét, az úgy volt, hogy kinyitottam ugye a csomagot, Speed tűzi játék két a csomagot vettünk. Kibontom ezt, mert amúgy ez érdekelt, hogy ez milyen. Mert úgy hallottam, hogy ez lehet kézből, és tényleg lehet úgy, És ilyen kis piros rudacskák voltak benne, én meg így Ez mi? Mondom, mi lehet ez? Ez egy petárda, vagy mi a kaki? És akkor így, szép szóval fogalmazom. És így veszem ki, mondom, ezek petárdát küldtek! Jelezném, aznap este még átmentünk Tesó úgyhogy Kozák Tamás levitt belőle egyet, és kipróbált, vitt le azért gyújtót és mert hát kellett hozzá gyújtó nyilván. Meggyújtotta. Azért jó messzire elmentem, mert hát miért ne, hogy ki tudja, mekkora el fog azért robbanni. Még szerencsé, hogy nem fogtam kézbe amúgy, mert amúgy hótra ledarálta volna a kezemet, úgy, ahogy van. Ilyen kis csillagokat szortam úgy, én meg így, ez mi? És így ez tökre meglepett, hogy amúgy vannak ilyen bakik is, hogy rossz termékeket csomagolnak. De hát ez jó, vissza lehetett volna vinni, de nyilván akkor már zárva volt az üzlet, úgyhogy ez van. De tavaly szerencsére jó volt benne. Illetve, ami még van, az két darab patron, amiből egyáltalán nem fogy. És nem tudom, hogy ez miért van. Nyilván azért, mert ö, nem, nem használom. Igen, ebben vannak a színesek. Ott vannak a, a színesek. Igazából szerintem ezt mindenki tudja, hogy ez mely. Ebben meg ilyen simák vannak. De, hogyha most itt a kezembe elszól az összes, hát én összefosom a bakámat. Mert volt már azért olyan. Na mondjuk az nem kézbe, volt, hanem táskába. Megyek a buszra, azt így annyit háldok, hogy az összes van. Ó, mondom. Bakker. Vannak ilyen bakik, igen. Az, hogy az idén még milyeneket fogok venni, az egy jó kérdés. Tervezek telepet venni, illetve rakétákat. És egyébként tervezek még venni izzógyújtót, illetve indítópultat, tűzijáték indítópultat, hogy ne kelljen állandóan odaszaladgálni a tűzijátékhoz, Egyébként erről a tűzjáték indító a Borbás Roland csinált egy videót, hogy hogy kell, hogy kell bekötni az iszógyújtót, illetve hogy hogy kell rácsatlakoztatni, meg hogy hogy kell csinálni az egészet, az egész műveletet. Úgyhogy ajánlom az ő videóját, hogy tekintsétek meg, hogyha akartok venni tűzjáték indító és mindenképp vegyetek hozzá újtót, mert az szükséges hozzá. Lehet kapni többféle méretbe, de erről majd később beszélek, hogyha megveszem. Vagy hogyha veszek egyáltalán. A Rolinak a videóját leteszem a leírásba, tekintsétek meg. Én Tomó voltam, következő videóban találkozunk. Sziasztok!